Sziasztok, Marika vagyok. Rihó Jancsi fog készülni. A torta forma mérete 21x21 centis, méteres, szilikonos használt sütőpapírral kivéleltem, mert ugye majd ebbe fogom összeállítani, ne kelljen mosogatni. Ez meg ma úgyis használt volt ez a papír. Na, egy kis csavar majd lesz benne, úgyis láttátok az indexképen, hogy hogyan néz ki. Na, akkor elmondom, mit készítettem ide. 3 egész tojás, 90 g kristálycukor, és egy pici só, ez teáskanálában van egy pici só, ezt habosra keverjük. Itt van 75 g liszt, 15 g kakaópor, megszitáljuk, meg a sütőport is megszitálom, ami 4 g kell, hogy legyen, de én 5 g-ot raktam, mert ennyi volt a tasakban, már mondom, 1 g-ot nem hagyok ott, meg amúgy is meg volt kezdve, hát ha csökkent a hatóanyag. Úgyhogy ezt hozzáborítom, és akkor megszitálom, összekeverem, és itt van 50 g tej, kicsit meg fogom melegíteni, mert ez ugye 4-5 fokos hűtőben volt, és akkor majd még ez kerül hozzá, és akkor 175 fokos sütőbe, alsó-felső előmelegített sütőbe fogom sütni. Belehuppantjuk, és akkor fölvárjuk, de először ezt szitáljuk meg, hogy keverjük össze. Jól összekeverjük. Sütőpor mindenhol legyen, mert különben nem egyenletesen emelkedik. Néha én is nem jól keverem, és akkor úgy járok. Jól kihabosítottam, most egy-két részletben hozzá, hogy sikerül. Hozzákeverjük a kakaós lisztes sütőport. Hozzá a tej, amit meglangyosítottam, de inkább ilyen szobahőnél is kevesebb, mint meleg. A sütő előmelegedett. Belehuppantjuk. És visszaveszem 170 fokra a hőt, úgyhogy amikor betettem, vagy még előtte, úgy döntöttem. Elkészítjük a krémet, azzal kezdjük, hogy 100 g 30% zsírtartalmú rendes tehéntejszint föl fogok forrósítani, és itt van 120 g fehér csoki, ez Milka csoki, Milka fehér csokoládé, nem pasztillák, és akkor a forró tejszint rá fogom borítani, elolvad, és akkor ki kell hűteni. Akkor elmondom, hogy mi történt. Ugye megsült a tészta, amikor kihűlt két felé vágtam, az alsó lapot raktam ide bele. Egy kicsit lehet több sütőport, hogyha állott már a sütőportotok, mert szerintem rakhattam volna 6 g-ot is. Nem lett elég magas, úgyhogy kis vékony kis tészta lett, de azért sikerült elvágnom. Ugye itt a csokis tejszín. És akkor ide raktam 30 g vizet és 10 g zselatint, össze van állva, ezt most megmelegítem, hogy olvadjon el. 3 habfixálót fogok használni, 500 g rendes tehéntejszint, 30%-os zsírtartalom, és 125 g porcukrot szitáltam meg. Na, és akkor az fog történni, hogy fölvárjuk a tejszint, de előtte megmelegítem a zselatin. És ugye majd ez bele lesz buridva. Amúgy én szerintem, ha csokissan készíteném, nem kellene a zselatin, legalábbis a tortához nem használtam, amit azelőtt készítettem, az is hasonló krémmel készült. Csak ez a fehér csoki szerintem ez nem olyan összeállós, mint a zétcsokoládé, úgyhogy mivel még nem készítettem, nem bízok be, hogy jó lesz zselatin nélkül. Úgyhogy ha mondjuk cukrászhabbal készítenétek, vagy hullalával már ezt a részét a krémnek, akkor nem kell zselatin, mert az úgy összeáll, hogy csuda. Akkor elkezdem fölverni a porcukorral ezt a tejszint. Vele is
Úgy pontom. A tészta 30 percet sült ezen a 170 fokon. Kissé fölverődött, ezt nem szoktam megszitálni. Nem kellene 3, elég ennyi a 2,5, de nem rakom félre, nem fog ez tartaniben. Lehet, hogy elég lenne, vagy bele lehetne rakni 4-et, nem próbáltam, és akkor nem kellene a zselatin. De ha így sikerül, akkor ezt így kell csinálni, mert jobb az ember nem változtat azon, amit lát, ha annak jól sikerült, aki készítette. Kikeverem ezt a zselatint jól. Addig kell melegíteni, mondjuk én mikróba melegítettem, ameddig folyékony nem lesz. Elkeverem, és utána hozzá ez a csokis tejszín. Jól elkeverem, és mehet is a tésztára. Majd jövök. 10 g napraforgó étolajat és 70 g 70%-os csoki pasztillákon van most már csak itthon. Azt olvasztottam mikróba föl, olyan 5-6-szor indítottam el a mikró 11 másodpercekre, hogy nehogy megsüssem. Most ráborítom ide. Kicsit dermed, akkor késsel kockázom, és akkor megy vissza, meg hát ha teljesen megdermed, akkor vissza a hűtőbe. Majd jövök a kóstolóval. Amikor a csokoládé már félig megkötött, akkor késsel húzogattam ezeket a kis kockákat rá. Mi? Hát egy-két ilyen gyöngyöt raktam, de végül is meg is bántam, mert nem tetszik rá. Na de mindegy, most már marad. Ilyen lett. Hát lehet, hogy nem olyan finom, mint hogyha a rendes vigójancsi lenne. Megkóstolom. Hát igen, a vigójancsihoz azért nem hasonlít, de végül is Rigó Jancsi fehér krémmel. Amúgy ennek a gyöngynek nincs jó íze. Ilyet ne rakjatok rá. A papa is le fogja róla szedegetni. Úgyhogy nem megy hozzá. El is búcsúzok tőletek. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Írjatok kommentet. Vigyázzatok magatokra. Legyen szép hétvégétek. Rigó Jancsi cinegével. Rigóm nincsen, de amúgy csak ide raktam egy madarat. Na, ez se rendes Rigó Jancsi, a madár se rendes Rigó. Sziasztok!